az a nagy fény még mindig ott volt a szemem előtt. Afelé kellett menni, aztán egyszer csak megütött, és én magamhoz tértem. De mindenkit ötnek láttam. Anyukámat is. Öt anyukám volt. Add tovább címmel, újabb bemutatóval bővül a Győri Padlás Színházi kínálat a Cucor utcai tetőtérben. A Győri Nemzeti Színház művésznője Szina Kinga monológiában szubjektív válogatást nyújt Karinti Frigyes komoly hangvételű verseiből és Kosztolányi Dezső tárcáiból. Az előadás, mely 3 évvel ezelőtt született meg, személyes, szubjektív hangvételű, mely bemutatja hétköznapjaink megismételhetetlenül fájdalmas vagy épp örömteli pillanatait. 2019-ből indul, amikor is a Színművészeti Egyetemen végeztem, drámainstruktor színjátékos szakon, és a záró vizsgánk egy önálló est, vagy egy monodráma elkészítése volt, és minden szegmensét nekünk kellett önállóan végigcsinálni, és akkor én rábukkantam erre a Karinti kötetre, ezekre a komoly versekre, és akkor éreztem, hogy ezzel nekem dolgom van, meg hogy közöm van hozzá, és akkor én hozzá a Kosztolányit kiválasztottam, és összeállítottam egy önálló estet, ami aztán ugye a vizsgát és még egy előadást a Kisfaludi teremben játszottam, és aztán még egy-két helyen az országban játszottam, úgy azt hiszem 3-szor, és akkor nagyon bíztam benne, hogy vissza tud kerülni Győrbe, ide a padlásra. Akkor is már az volt bennem, hogy ez nagyon jó lenne, úgyhogy ennek én most nagyon örülök. Az Add tovább című estet átlengi az a pozitív üzenet, hogy valahol mégis mindannyian egymáshoz kapcsolódunk, van értelme az életünknek, és ezt a tudást adományozunk tovább egymásnak. A padlásszínházi bemutatók leginkább azokhoz szólnak, akik szeretik az újító, színészközpontú produkciókat. A hely pedig önmagáért beszél, a tetőteret néhány éve felújították, a helységet modernizálták. Nagyon jó az akusztikája egyébként, én úgy érzékelem. Van egy ilyen kedves, szeretetteljes hangulata, és hát az intimitás az mindig csodálatos. Tehát, hogy megvan ez a bensőségesség, de ugyanakkor azért van távolságna. Tehát, hogy azért közben színház jellegű elég erőteljesen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon kedves, kellemes, jó tér lett. A város szívében található 1993 és 2000 között sikeresen működő teátrum újraélesztésének legfőbb célja az volt, hogy a Győri Nemzeti Színház művészei más oldalukról is bemutatkozhassanak, kisebb lélegzetvételű történetükkel, monodrámájukkal lépjenek a közönség elé. Szina Kinga pénteki bemutatóját április 7-én Jáger András Álmom az Isten zenés bábos verselése követi, majd április 14-én a nagy érdemű megtekintheti Karácsony Gergely 152 lépés Auschwitz felé című katartikus előadását a Cucor utcai tetőtérben.